Azt sejteni lehetett, hogy a megyei kupa döntővel lezárul egy fejezet a Balkány életében, de arra talán kevesen számítottak, hogy a bajnokságot torony magasan megnyerő csapat atomjaira hullik. A zsinórban 57 veretlen mérkőzést maga mögött tudó együttes edzője, Mirgai László is több ajánlatot kapott, a szakember azonban úgy gondolta, hogy nem csak a sikerek idején van a helye a Balkány kispadján. Sajnos négyen maradtunk megint. Hát gondoltam, hogy egy pár játékos el fog menni, de hogy ennyi erre nem számítottam. Az az igazság, hogy nehéz helyzetbe kerültünk, csak fiatalokat tudtam igazolni, ilyen 19-20 éves gyerekeket. Elég rutintalanok vagyunk, 13 játékos kellett igazolnom, hogy ki tudjunk állni majd ebbe a bajnokságba, ami nem könnyű volt, és ráadásul ugye 13-an elmentek. Hát nem kell ezt építeni, a kiesés ellen fogunk küzdeni. Szeretnénk bemaradni, nagy munka vár ránk. Ez a fiatal csapat nagyon rutintalan, vannak benne ügyes srácok, de bízom benne, hogy a bemaradást el fogjuk tudni érni. Nem szeretnénk úgy járni, mint Nagykáló és Ibrány. Ők is megnyerték a bajnokságot, aztán utána zuhanásra megy a kettőbe, mert őket is szétszették. Úgy látszik, hogy nem érdemes bajnokságot nyerni a megyei első osztályba, mert ez az átigazolási szabályzat annak kedvez, a játékosoknak kedvez, lehet így mondani, hiszen minden évben válthatják a csapatokat, és óriási licitálás megy a játékosokért, amiből általában az egyesületek húzzák a rövidebbet. És hát én azt gondolom, nem véletlen az, hogy a bajnokok mindig egy nagy zuhanásba kezdenek. A szakember jól ismeri a megyei első osztály mezőnyét, így tudja, hogy milyen szezonra számíthat 2017 őszén, illetve 2018 tavaszán. A bajnokság szerintem így, ahogy hallom, két csoportra fog szakadni. Ugye nem csak mi küzdünk ilyen játékos fronton, ilyen nehéz helyzettel, hanem hallom, hogy a Tuzsér, a Rakamaz, a Fehér Gyarmat, nagyon sok helyről elmentek játékosok, sokan, és hát nem tudtak úgy igazolni helyettük ugyanolyan szintűt, tehát én azt gondolom, hogy lesz öt csapat, a Sényőt, hát azt kiemelt, hát azt tudjuk, hogy már MB3-as élcsapattal rendelkezik, ők szerintem torony magasan kéne, hogy nyerjék ezt a megyei első osztályt. Utána a Nagyecsed, szerintem a Vásárosnamény is nagyon erős, együtt maradtak, a Mándok. Én úgy gondolom, hogy ezek biztos, hogy az első öt helyet el fogják dönteni. A többi csapat meg, én azt gondolom, hogy bárki, bármikor bárkit megverhet, és szerintem 6-7-8 csapat fog versengeni a kieső helyekért. A Balkány még a Fehér Gyarmattal és a Birivel játszik felkészülési meccset, a bajnoki nyitófordulóban pedig Tarpáli pályára Mirgai László együttese.